csapat olyat tett, amire igazából mindenki vágyott, és mindenki úgy érezte, hogy ebben a csapatban benne van, de azért voltak nehéz időszakok és pillanatok. Hiszen ne felejtsük el, hogy ezek a lányok azért tudták most megnyerni mind a három kupát, mert egymásért, a szurkolókért, egyáltalán azokért az emberekért küzdöttek, akik szeretik a kézilabdát, és élnek, halnak ezért a csapatért, úgyhogy lányok, köszönöm szépen nektek. Ami talán még a munkánál is fontosabb, az a győzni akarás vágya, amelyet a két utolsó mérkőzésetek véghajlájában különösen átérezhettünk veletek, erősen megérintett. Fogadjátok még egyszer a vállalat elismerését, ezen kitűnő teljesítményét. Világsztárok, de ugyanakkor mégis háttérbe helyezi magát, és azt mondja, hogy most az kell, hogy a másik dobjon gólt, vagy hogy segítenem kell abban, hogy többet védekezzek, akkor nem kérdés, hogy ki lesz az első, és az első az egész csapat. Tehát nincsenek sztárolőrök, nincsenek olyan klikkesedések, amelyek egy-egy csapatsportákban előfordulnak. Úgyhogy mindenképpen ezt emelném ki, hogy egy fantasztikus közeg, fantasztikus társaság, és azon kívül, hogy ez egy nagyon nagyszerű játékosok, mert azok, tehát posztonként azt gondolom, hogy a világsztárok, amit mindenképpen kiemelnék, hogy rendkívül remek emberek. Nem mondom azt, hogy viszlát, mert én is az Eto'o része vagyok, és az is maradok mindörökké, bármerre is visz az utam a jövőben. Biztos vagyok benne, hogy egy kicsit mindig itt leszek egész életemben, és magammal viszem mindazt, amit ettől a csapattól kaptam.